A Zenevilágnapján indult el a Táncsiskola őszköszöntő rendezvény sorozata. A suli varázsprogram részeként először a Szabadságtéren várták a gyerekeket, ahol lehetőségük volt megismerkedni a leendő elsős tanítónénikkel, és persze feladatokból sem volt hiány. Ez most a nagy közös, ahova a városnak a nagy csoportos óvodásait hívtuk. 380 gyerek jött el erre, nagy csoportos óvodás. A város szerintem majdnem minden óvodájából képviseltetik magukat a nagy csoportosok. Különböző foglalkozásokon vesznek részt itt a délelőtt folyamán, zenei, informatikai, nyelvi, és a zenevilágnapi alkalmából itt most a zenetagozatos általános iskolás gyerekekkel, alsósokkal egy közös zenei foglalkozást vezet le nekik Kecskeméti Ági. Körjátékot játszottak, és néhány dalt is megtanultak közösen. Majd a Népkör utcai épületben folytatottak az iskola előkészítő programok. Megtanulták játékosan angolul a testrészeket. És a német nyelvvel is ismerkedhettek. Az óvodások így beleláthattak az iskola mindennapi életébe. Szeretnénk ismertetni egy kicsit a zenei tagozatunkat, illetve az informatika tagozatot is szeretnénk egy kicsit hirdetni, tehát a gépterembe is eltöltenek egy rövid időt a gyerekek, illetve zenélünk, egy kicsit énekelgetünk, illetve ilyen viccesebb figurákat készítenek a gyerekek. Ez arra azért van szükség, hogy az óvodás lássa az iskola épületeit, hisz most megújult az egész Népkör utca, a szülők segítségével ki tudtunk festeni, meg tudtuk újítani az egész épületet. Idén 5 osztályt tudtak indítani, melyek között van énektagozat, informatika orientáció, illetve két tannyelvű osztály is. A tervek szerint jövőre is ezek közül választhatnak majd a jelentkezők, de addig is szeretettel várják a nagycsoportosokat az egyéni foglalkozásokra.